80 évvel ezelőtt a magyar társadalomnak egy jelentős része agrár tevékenységgel foglalkozott, és ennek a műveléséhez kékfestő ruhába és kékfestő köténybe jártak az emberek, illetve az asszonyok, és a gépesítéssel párhuzamosan az embereknek a hétköznapi ruha viselete is megváltozott. Ennél fogva a kékfestő anyag használatának módja is megváltozott, és konyhafelszerelési, lakberendezési tárgyak készülnek leginkább a kékfestő anyagból, illetve az óvodistáktól kezdve egészen a szépkorúak énekkaráig kékfestő ruhába szerepelnek az annak egy-egy műsornak a részvevői. Csináltam 5 mintát hosszú pályafutásom során, és hát ezek a minták, ezek mind igen közel nőttek a szívemhez. 4. generációként bízom, remélem Jóistennek gondviselő kegyelmét, hogy legalább addig éltet, amíg a következő, az 5. generációnak, az unokáimnak át tudom adni a mesterség tulajdonképpeni döntő fontosságú részeit. Szakmailag is, úgy gondolom, emberileg is, és egyáltalán az embernek a társadalomhoz való viszonyulásával is kell valamit letenni az asztalra ahhoz, hogy egy ilyen felülmúlhatatlan kitüntetésben részesüljön.